Ezek a térképek mutatják, milyen elképzelésekkel indul neki a szakma a fáj lakótelep parkrendezési koncepciójának. Az eddig is jelentős zöldövezeti területekkel bíró lakóövezet növényzete kiöregedett, és itt van az idő arra, hogy új koncepció mentén frissüljenek meg a terek és a parkok. Erről a kezdeményezésről tartott lakossági fórumot Filóni Ferenc Ibolya polgármester. Az új uniós cikluson belül a TOP plusz keretforrások terhére szeretnénk megvalósítani az Élhető Zöld Város projekt keretében az egész fáj lakótelepnek a megújulását. Értve ez alatt egy tájrendezési programot, hiszen egy tájépítést kértünk fel arra, hogy a több mint 40 éve épült lakótelepnek a zöld növényzete teljesen megújulhasson. Nagyon zöld a lakótelep most is, rengeteg növény van benne, de nagyon sok már megöregedett, illetve nincsen élettere, és van, ahol megpótolni kell ezeket a növényeket. Azt gondoltuk, hogy egy tájépítész, egy szakember, hogyha ezt az egészet felméri, akkor a jövőre is tudunk gondolni, hiszen a fáknak is, a növényzetnek is élettér kell, és jobb kezekben nem is lehetne, mint egy szakembernek a felmérésével. A koncepció számos elemet tartalmaz, és egységesíti a padok kihelyezésétől és jellegétől a rejtett szemétlerakó kialakításáig szinte minden elemét a parkrendezésnek. Emellett figyel a belső úthálózat kialakítására is. Azoknak az ösvényeknek, járdáknak, illetve még meg nem lévő járdáknak, de olyan ösvényeknek, jól fogalmaztam az előbb, amelyek kialakultak az idők során, de még nincsenek szilárd burkolattal ellátva, azokat hogyan tudjuk megvalósítani, hogy valóban ott legyenek ezek a járdák, ahol az emberek használják ezeket az utakat. Ez volt a projektnek az egyik része és az ötletnek. A másik pedig az a hatalmas terület, amit az általános iskola előtti és étterem közötti területen van. Ide egy nagyon szép és nagyon sok eszközt magába foglaló több funkciós és több generáció és korosztály számára használható pihenőparkot, játszóteret álmodtunk meg. Van már hasonló a városban, néhány évvel ezelőtt a város központjában nyílt meg egy hasonló park, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a bonyhádiak szívükbe zárták azt a játszóteret is, így nagy valószínűséggel a fáji lakótelepre tervezett eszközöknek is jelentős lesz a látogatottsága. Hasonlóan a város központihoz, az ottani családi pihenőparknak a mintájára a tervező is ugyanaz, és ezeknek a tervetnek a bemutatására hívtuk az itt élő lakosságot, hiszen hogyha már a tervezés alatt megismerik ezeket az ötleteket, akkor egyrészt a saját véleményükkel, kérdéseikkel, észrevételeikkel tudják azt formálni, mert semmi nincs még kőbevésbe, másrészt pedig olyan tájékoztatást kapnak első kézből, ami azt gondolom, hogy az itt élőket joggal megilleti. Az átalakítás nem érinti az autóforgalmat, és a parkolók számának bővítése sincs a koncepcióban. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, az elmúlt esztendők arról is szóltak, hogy a lehetőségekhez képest bővítették a parkolók számát a városban, és ezzel együtt a lakótelepen is. A zöldövezet terhére több parkolót egyelőre nem tervez a város. Jelenleg is zajlik a fáji 32-33-as társasháznál egy 8 parkolóhelyből álló parkolónak a szilárd burkolattal való ellátása. Remélem, hogy ez egyelőre megoldás az itteni problémákra. Mi most ezzel a koncepcióval előre dolgozunk, hiszen nincs még kiírt pályázat a lebonyolításra. Nem akkor kell nekiállni a tervezésnek, mikor megnyílnak a pénzalapok. Mi addigra túl leszünk a tervezési szakaszon, mondta Bonyhádváros polgármestere.